természetesen semmit nem védett. Minden fát, amit kivágnak, azért kár. De hogyha ez újra telepítésre kerül, akkor annak az erdőnek körülbelül egy harmada az már kiszállott akácforrás. Képviselőtestület, Németh Évő. Ugye azért kezdeményeztük, én megmondom őszintén, hogy én voltam ennek a fő gazdája. Azért kezdeményeztük ennek az erdősávnak a védését, mert tehát én látom, és sajnos kollégáim is mondták, amikor jönnek be a faluba a településre, mi van a GLS meg a Penny Market mellett, ez az erdő, ez a csincsás, amit azt hiszem, hogy 5. éve termelték le. Saharjasztatással hagyták meg, hogy majd kisaharjad onnan a tőkő, puskorról az erdő. Hát most áthatolhatatlan dzsungel leginkább, de ugyanez van mondjuk a, ha már Alsó-Németin járunk, ugyanez van a Gál József kempingcsárjánál a Zsopi úton, hát ott is ugye ki lett vágva az ára szélén az akrát, a fűzek, stb. Ott is sarjasztatással lett megolva a visszatelepítés, hát az is egy dzsungel lett belőle. Azért kezdtük el, egyébként igazad van, hogy teljesen idegi múltam, mert már kitermelték az egy-két harmadát, azért kezdtük el, hogy hátha lehetne ebből az erdőből egy kultúrát fakitermelés, tehát azt jelenti, hogy amit látni, hogy száraz, kidöntik, valamilyen módon visszapótolni, de hát hogyha ez nem járható út, akkor és valóban a közelebbi jövőben ez az önkormányzat tulajdonába kerülhet ez az erdő, és ez a terve az önkormányzatnak, hogy visszatelepíti, akkor maximálisan, ezzel maximálisan egyetértek és megoldását látom az ügynek. A platánsorra visszatérve pedig én még mindig azt látom, hogy nincs garancia arra, hogy a platánsor a helyén maradhat. És megmondom, mit a félelmeim, ugyanis én amikor elkezdték fágnak kísérlődni, oda mentem, beszélve legyettem a többi hovágóval, ezt az előző képviselő rendi ülésen is említettek, hogy a platánsor a platán az egyik legveszélyesebb fafajta a közlekedésre, mivel a platánnál nem ritka, hogy egy viharban 10-15 centi átmérőjű galja hullik le. Ezt ott nekem elmondta pontosan a Pilisi parkerdőnél, aki dolgozik, nem tudom az úr nevét, úgyhogy, de nem is ez a lényeg. És egy főút vonal mellett a platánsor az a legnagyobb rizikófaktor, ez az ő szavai, tehát nem én találtam ki. Ő azt mondta, nem ide valósi férfi, ő azt mondta, hogy legszívesebben ezt a platánsort is kivágná innen. Jól mondtam? Igen, de ezt hál' Istennek a Pilisi parkerdő gazdaságnak az erdésze mondta, mert ő végzitte a férfa kivágást. Ő valószínűleg a profitot látja benne, de nem azért hál' Istennek a közútnak a fásításra, illetve a fakitermelésre és termelésre foglalkozó munkatársa, ő neki mindez az álláspontja. Ő is azt mondta, és ezt el is mondtam itt, hogy itt két lehetőség van. Az egyik az, hogy ez a platánsor, nem tudjuk, hogy mennyi, reméljük, hogy 100 éve van még hátra, az esélye nem tudjuk. Végigmondanám, csak amár haragszom, mert... Ne, akkor mondjad, bocsánat. Tehát ő elkezdtünk beszélgetni, és azt mondta, tehát szó szerint azt mondta, hogy ennek a fasornak maximum 40 éve van még, mert már vannak honkoronai elhalásai, mert már vannak tőnél úgynevezett fagylécei, és ezek a fák, ezek 40-50 évig. És utána néztem, hogy hol van nagy mennyiségben telepítve platán. A Margit szigeten 1610-ben ültették a fő platánsort. A Fertődi kastélynál akkor 1780 valamennyiben, tehát mindkét 3-400 éves fákról beszélünk. Hát nagyon szeretném, hogy innen a képviselőtestület minden tagja megérje azt, hogy onnan az utolsó baj kipusztuljon. Nagyon hosszú lehet érkezni. Hát én inkább azt mondom, hogy reméljük, hogy nem éri meg
A képviselő testület védetté tenni, vagy ez irányú lépésére tenne, ezeknek a tárgyalásoknak a fényében, hogy azt mondta a közúttkezelő, hogy vissza lehet telepíteni, tehát lényegében érdekek nem sérülnek, azt akkor azt mondom, hogy felejtsük el ezt a kísérletet, mert azon már nincs mit védeni. Azt kövessünk el mindent, hogy az önkormányzati tulajdonhoz kerüljön. Így van. Ez azzal, hogy nem is vitatkozik szerintem senki, hogy a katások, sőt, a most telepítendő, sőt, hát ugye el kell gondolkozni azon, hogy a sertéstelepi út mellett ki kell szedni a nyárfát, és újra kell telepíteni, akár mind a két oldalon, mert van annyi hely. Tehát ezeket természetesen mindent tegyük azonnal védelem alá, egyetértek vele. Sőt, de véve is védelem. Így van, de ezeket nem célszerű most a platánsolt és ideglenes védelemben senki nem akarja hála az Istennek kivágni, a Pilisi parkerdő elvészi ki. Ez elég az a veszély. Tessék? Az a veszély. Nem, azért én mondtam. Az a veszély? Hát ő kapott egy megbízást, meg lett közbeszereztette, hogy a közútkezelőnek kihagyja végre a fa kivágásait. Magyarul a közútkezelő, bocsánat. Magyarul a közútkezelőt nem tudja érvekkel rávenni a Pilisi parkerdő gazdaság, hogy ebből gazdasági célú fágás. Biztos, hogy nem. De ez esküszöl is. Esküszöl. Jó, az én kérek egy elutasítomat azért. Persze, de a végleges rendeletben is úgy gondoltuk, hogy bele lesz téve, csak ugye a helyi védettség... Azért kértem, erre egy bocsásnak. Annyit hagyd mondja, hogy itt a rezsőnek, amit mondottunk fejtést, erre a választ, hogy tehát pont elmondta ez a nem tudom milyen Zsuzsa nevezetű hölgy a közúton, hogy ő is nem javasolja, azt mondja, értsük meg, hát ha betelepítjük, hát ott nem fog úgy megeredni, leárnyékolja. Ennek a fasornak ugyanúgy elmondta, hogy ennyi éve van, mert tényleg a végig megyünk. Nagyon sok helyen a gépi kaszállás miatt a törzs sérült, és elkezdett belülről potbásodni. Hogy jobban járunk, na de hát én is azt mondtam neki, hogy legalább az esélyt adjuk már meg otthonnak, hogy elmutassuk, hogy nem nekiálltunk a platánsolnak. Ő is azt mondta, hogy vágjunk ki a platánsolót, kintebb egy-egy méterre telepítsünk, és akkor 50 év múlva a szép lesz. Hát csak mi is azt mondtuk, azt az unokáit látják, azt mi már nem fogjuk látni. De azt meg lehet csinálni most, hogy még mellette telepítünk. Nem tudja megfogni az viszont. Nem tudsz, Erika, azért nem. Mindenre nem lehetne, de olyan ilyen, hogy nem fogja. Ugyanúgy elmondta azt is, hogy amiről szó volt, tehát azért nem is engedték, szóba se jöhetett a platán, mert először én azt kezdeményeztem, hogy a Árpád úttól befelé is, hogy legyen végig platánsó, és mondja, hogy ne haragudjak, de ez nem járulhat hozzá, pont a száraz gajulás miatt. És azt is elmondta, hogy ez az engedélyezés, ez szakmailag mind a közutcán szögéből, tehát ez nem helyes döntés, mind pedig a fa szempontjából nem helyes döntés. Mondta neki, hogy mi szeretünk a kihívásokkal datolni, és be fogjuk bizonyítani, hogy helyes döntés. Tudjászt Velencéig 800-900 km-en keresztül az SS-14 végig platások, minden település között. És úgy lefényték, azt mondom, hogy olyan mindenki. Én még egy példát hoztam, a Tour de France-nak a képeit, azaz. És sajnos nem tudtam lementeni, mert mire... Bezontól végig, az végig az erdő. Úgy van, hogy az útba, tehát nem úgy, hogy a patrán kívül, az útba az aszfalt. Ki van kerülni? Körülbelül 30 centivel, vagy 40 centivel az aszfaltba belúg az út. És én is azt mondtam neki. Nincs baj, a patrán lúg az aszfaltba belúg az út. Az útba belóg a fa. Jó, bocsánat. Mondták úgy, hogy megy az út szélre, és akkor van szépen egy kis kanyar benne, és ott a fa. Velem szemben a lenézek a munkahelyen az ablakomból, mindenhol aszfalt van, és akkor a patánfák vannak velem szemben, mint örök anyámé. Jó, én bízom benne, hogy meg fognak eredni ezek a platának, hogy gondolni fogjuk, bízom benne, hogy a következő évben tudunk tovább is haladni a platánsor fontásával. És abban is bízom, hogy bár nem platán, de a Tília ugyanolyan égyel ezt a településnek,
mint a platán, sőt, itt úgy gondolom, hogy nem is csak azon múlva, vagy függ, hogy milyen fár, természetesen próbálj egy őshonos fár, hanem az, hogy legyen fa telepítve minél több. Én úgy gondolom, hogy ez a testület azért elhatározta magát, vagy elkötelezte magát emellett. Jó napot! Annyit szeretnék kérdezni, hogy itt a fagyizónak szemben az akácert, hogy most letelepítik 2-3 napon belül végeznek vele. Hogy van-e arra lehetőség, hogy ne 3 év múlva kapjuk meg, hanem most kitruskodni és jövő tavasszal, így jövő szemmel ültetni? Úgyban vagyunk e felé a cél felé. Ezt én is kértem már Sanyi most jelen pillanatban, azért mondta, hogy az út, mert ő kötött szerződést fakitermeléssel, a piris erdőgazdálkodással, és a fakitermeléshez az utókezelés is benne van. Hogyha ez sikerül átvállalnunk, tehát mi azt mondjuk, hogy ezt vállaljuk ennek a gyógység vonzatát, hogy kituskózás, stb. És úgy repítjük, látok arra esélyt, hogy ez hamarabb is megmondódik. Utókezelésből ők is tuskot húzhatnának. Hát akkor meg kidúrni dózára, vagy kiszadat, és akkor kifoltálják. Az utókezelés nem is semmi. Tudom, hogy az utókezelés, tudom, sarjasztatás, sárcsázás, mindent. Az a fásítás az utókezelés? A sarjasztatás és ennek a kezelése, ugye a tőbeállítás, a lágyszárú növényeknek a kitakarítása. Tehát minden tuskon magyarul legéleterősebb. Az utókezelés. Az utókezelés. Az, amit nem csináltak meg a DLS-t, nem csináltak meg. Tavaszra megfakod, és akkor a 4-5 darabból hagy egyet vagy kettőt. Sajnos, apósom vágta ki a temetővel szemben az erdőt. Jó, azért mondom, hogy jó. 5 éve vágott, és 17 éve volt, és mindig úgy néz ki. Én azért mondom, hogy és akkor betelepíteni, és jövőre levéden az egész. Még egy dolog, hogy eddig miért nem adta át a közút, mert ő rajta múlott. Egyértelmű, megmondták azért, mert érték. Olyan, elmondtam már itt az először testetülésen, hogy az 1200 kilométerre 60 fa pótlására van pénz a közút. Úgyhogy gondolom, hogy ez a anyagi helyzetét valamennyire jelent. Mondjad. Annyit kérhetnénk esetleg polgármester úrtól, hogy ha letermelték a fát, akkor ez csak egy kezdeményezés, hogy mégis milyen feltételekkel, vagy milyen időtől van már rá. Ezt meg akartam, amúgy is ezt el is mondtam. Tehát lehet, hogy nem tudjuk 2-3 évig, de a szándék egyből ő megcsinál. Eddig is kértük, 2 alkalommal kértük. Most lefakad, akkor lesz egy látkép, és akkor utána meg buf, megint tanul. De az új elnézeti... Egyből megkapja, egyből... De az új elnézeti törvény szerint, amit 2011-ben fogadtak el, a sajnosztatás az nem visszatelepítő. Tehát azt nem fogadja el a lelkészet. Most az a baj, hogy egy üzemi erdő, tehát ő eleve nem vonatkozik tisztelőből az elnézeti törvény. Benne van az erdő törvény. De Géza, itt van a törvény. Magyarországon 1000 hektárokat csinálnak vízi erdőbe, akácerdőt, különösen az akácnak a felújításának ez az egyik módja. Az más, hogy más fajoknál nem fogadja, de az akác felújításának az egyik módja. A sajtosztatás? Igen. Elnök asszony, egy pillanat, a sárkány tónál, ahol mindjárt vissza fogunk térni, ugyanezt írt elő a kormányhivatal elkezdeti hatósága sarasztatára. Van, hogy ezzel kapcsolatban. Napi nem tesz? Igen, hogy nem. Elkövettem azt a hibát, hogy hát bocsánat, hogy nem most előzítünk az önkormányzat egyesülettel, azért a pályázatot nem adtunk be. Ezt itt értem meg, úgyhogy most azt nem adjuk le, mert volt másik pad, és hogy is mondja, szóval nem volt bőrületi a kapcsolat. Viszont ezt feltehetőleg jövőre is ki fogják írni, ezt a pályázatot. Ez egy kétfordulós pályázat, ami arról szólt, és nem tudtam, hogy a temetőt pályázott meg, vagy ezt az erdősávot. Ebből lehet vásárolni, tehát a közösségi célú zöld felületképzés, ebből lehet vásárolni 20-2 millió forintért fát. Tehát, hogyha a 2013 évre azt írják, mi civil szervezetként meg tudjuk pályázni, hogyha az önkormányzatot be tudjuk hozni konzorciumi partnerként, akkor nagyobb esélyük van arra, hogy ezt ilyen parkerdőként megcsináljuk. Még az áldomást is megisszük el az együtt. Jó, csak a kérdésem az, hogy nyílek, akkor jöhetünk el, és akkor... Természetesen.
én azért úgy gondolom, hogy, hogy a képviselő testület meg én személyem is, hogyha a település szépítéséről, fejlesztéséről, fejlődéséről utolsóra nem mondtam, mert legalábbis én is gondolom. Jó, akkor... Van-e még kérdés ezzel kapcsolatban? Akkor kérdezem, hogy a napirend ezt kiküldött határozati javaslatot elfogadja a képviselőtestület, és természetesen be fogok számolni, amit válaszolok, hogy adják az állam szintén ezt a tervet. Megjósolt az szint. Aki ezzel egyetért, kérem készülhet a felszavat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen. Egy tartózkodással. Közmeghallgatás időpontja, remélem ez egy kicsit rövidebb napirend lesz. Ugye nem jó időpont volt meghatározva a éves munkaterve. Közmeghallgatás időpont mindjárt 2024. péntek 17 órára tervezőben, akkor tartanánk. Helye Halászi Károly Bizottsági Ház. Dózsa Győrgye 2. Okrát korsó rész. Ennek a napirendje természetesen a alsónémeti szolgáltató, vagy szolgáltatás nyújtó és más egyéb szerveknek a meghívása, beszámolója, úgyhogy mindenki ekkor kiszokott, hiszen a kiutóság, rendőrség, a volánbusz, stb. Illetve a 2012 évi költségvetési évről beszámoló, 2013 évi elképzelése, koncepció ismertetése, illetve egyebek, a keretében jelenlévő képviselőtestület tagjai közérdekű kérdéseket tehetnek fel. Még egy kérdést a hulladék, tehát a díjmegyelző állapítások itt szoktak lenni ebben. De igen, de több mint valószínű kell decemberben még egy ülést tartani, ha nem akkor fölkérdezett, hanem nem lehet fogadni, mert rendelet módosítást. Hogyha nem lesz mégse, akkor én azt mondom, hogy ide tegyük mink vele egy napi rendet az így megállapításokat, mert több mint más területen. Hát itt egyetlen egy író van most már szó, csak a 20. szállítás víz van. De van víz, de víz így megállapítás. Jó, aki ezzel kapcsolatban volna valakinek kérdése. Ahhoz szerint nincs, akkor kérem készfeltartásra szabadon, ha elfogadjuk. Én igen szavazott a képviselőtestület elfogadta. Polgármester beszámolója, én még gondolkoznak a kérdéseken, addig a kérdéseket intézkedésektől egy-két dolgot hagyjak, hogy elkészült az iskola udvarnak a beruházása. Kérdezem a pedagógusokat kivéve, hogy jártak-e mostanában az iskola udvarban, ha nem, akkor úgy gondolom, hogy érdemes elvárni, mert egy nagyon-nagyon jó sikerült. Most már játszótér alatt ott van a gumitégla, mellette de van füvesítve, szépen kell a fű, az időjárás jó volt hozzánk, kegyes volt hozzánk, történt fásítás, bokor, minden, ami elképzelhető, csernye így van. Tamással itt karöltve a két kisháznak a renoválását is elkezdtük. Le van már vakolva, álló rajta van, ajtók ki vannak benne cserébe. Nem soká le lesz színezve, és lényegében odáig. Tudom, hogy az a következő kérdés, hogy mikor a többit, azt is meg fogjuk csinálni. De nagyon-nagyon szép lett ez az iskola udvar. Tehát én mondom tovább, és akkor vagy közben, vagy a végén tesznek a kérdéseket. Elkészült a sárkánytónak a fakivágása, illetve az elői csemetepótlás. Ugye magas kőrűs és kocsányos tölggyel csemetével telepítették, illetve az erdészeti hatóság, szakhatóság előírása alapján majd sarjasztatással lesz a többi meghagyva. Egyetlen egy zöggenő volt a
Sárkánytónál nem az a mennyiség volt benne, amit az erdészeti hatóság megállapított. Megbecsült, így van. Tehát én végigjártam, esetleg, hogyha úgy gondolja, a képviselő testület egyedi fagesülést meg lehet ejteni, de hát, hogyha kimegy valaki, akkor látja, hogy nem az a tőszámban, mint amit az erdészeti hatóság megbecsült, így van. Nem is megbecsült Sanyi, hanem ő az erdőre azt mondja, hogy egy bizonyos tőszámot vesz alatt, és ez nincsen meg abban az erdőben messze. De valószínűleg már volt több jól, hogy kusztulás, mert nem az az erdőben. Hát meg Sanyi, ez nem. Szabad ez, hogy mennyi volt az ürökség? Hát itt például nem tudom, hogy jelent. Igen. Jó, már nagyon vigint volt a lakosság. Nem arról, a fa kevesebb volt az erdőben, mint az erdészeti hatóság lejött. Hát ezt tudod, de én csak mondom, hogy jó, hogy kevesebb időt is tudod. Ja, igen, jó, hogy csak van. Jó. Nagyon kultúrát módon hagyták, vagy adták át, ugye három éves időt utolsó van az erdőben. Útépítésre kapcsolatban, mert a településen ma aláírásra került a teljesítés igazolás, hat utcának a megépítése megtörtént, műszaki egy átadása megtörtént. Én úgy gondolom, hogy ezekre az utakra büszkék lehetünk, jó minőségbe lettek megépítve, ami probléma felvetődött mellett, és azt úgy gondolom, hogy kell kezelni. Itt, amiről képviselőtestület határozott, ugye a kórmunkától, illetve vannak olyan munkafolyamatok, amit ezután fognak elvégezni, de nem az útépítés ezt csatlakozik. Tehát a Nyárfa utcától a Kinizsi utcáig útalakot építeni, ez mindezkő telepére költségvetésünk, még az útépítési költségvetésünkben azért nincs képviselőtestület. Tehát ezzel lényegében a bor és a sátrázlését is megoldanánk, de ezt mondom az önkormányzatnak a költségvetésébe, úgy gondolom, hogy belefér, hanem akkor majd úgyis lesz még ülés az oldalban, hiszen ugye itt elhangzott előtt túl sokat nem igazán szeretnék beszélni, a MON-ba bent voltam, ahol miniszterelnök úr az adósságrendezést bejelentette, de hát ugye itt a települések ezt mindig másképp fogadta, akit ezt pozitívan nézik, az azt mondta, hogy jaj, de jó, aki nincs adósságban, azt mondta, hogy hát azért ez egy kicsit kicseszés. Azt az ígéretet kaptuk ott, polgármesterek, illetve nyilvánvaló, hogy aki nem volt ott az is, hogy figyelembe fogják venni. Tehát azoknál a településeknél vagy célzott támogatással, tehát beruházás támogatással kompenzálják ezt a dolgot. Bízunk benne, annyi, hogy 2012. december 31-ig a 5000-nél kisebb lélekszámú települések lesznek, vagy lesz az adósságrendezés, és 2013. január 1-től indul majd az 5000 főnél nagyobban. Én a belügyminisztériummal is beszéltem, telefonon meg a nemzetgazdasági minisztériummal is mondtam, amit a képviselő is mondott, hogy minket érint ehhez. Ott azt mondták, hogy ő szerint, hogy igen, de erről nincsen még kormányzati állásfoglalás. Most lehet, hogy azóta jött, mert képviselő úr ezt mondta. Akkor Nagy Ajtától kaptunk egy köszönőlevelet, amivel megköszönték a segítségüket, vagy segítségünket, és a képviselőtestületnek és a falu egész lakóinak boldog békés karácsonyt és jó egészséget, sikereknek gazdag új esztetőt kívánnak. Bérgejárás 2, ugye megtörtént a fakivágás az út, elkerülő út mellett, illetve azokban voltak szőlő parcellák, azoknak a kivágása, kitakarítása megtörtént, most van földhivatali eljárás alatt a szőlő művelési ágból mezőgazdasági szátoművelési ággal való átminősítés, utána csináljuk az út lejegyzést az elkerülő mellett. Akkor
A szennyvíztisztító beruházás kapcsán napirendre egy évekre fölvetélet, mert érkezett ez a napirend, azért nem volt kiküldve. Ugye a szennyvíz beruházásnál a kormány meglebegtette azt a lehetőséget, hogy akár 85%-ról 95%-ra föl lehet vinni az a támogatás intenzitását, el lehet érni. Ehhez bizonyos feltételeket ír elő. Egyik ilyen feltétel a vízközmű vagyon teljes fölmérése. Tehát ezügyben a lépéseket tettünk, kértünk már be árajánlatot, illetve szakember gárdát, aki ezt el tudja végezni. Ez több mint valószínű, a DAKÖV együttműködésével lesz végrehajtva, mert a DAKÖV, tehát minden településen ezt meg kell csinálni, 2015-ig, de nekünk a pályázat miatt hamarabb kell, és a DAKÖV fog szerződést kötni ezekkel, vagy ezzel a céggel. Nyilvánvaló, hogy 150 településnek a vagyonfölmérése az arányában egy-egy településre sokkal jobb költséget vagy árajánlatot tudnak adni, mint hogyha egyesével kérik. Akkor ugye volt egy Juhász Zoltán kontra önkormányzat bírósági tárgyalás, ahol én nem voltam ott, de az ügyvéd tájékoztatása szerint Juhász úrnak a keresetét elutasították. Megjogerős. Így van, hát első fokon elutasították. Itt azért annyit hagy mondjak, hogy két büntető följelentés és két, ha jól tudom, vagy kettő vagy három önkormányzat ellen indított per, eddig mindig az önkormányzat jött ki, illetve akik ellen indította, nem győztesen, inkább úgy mondom, hogy nem marasztalták el. Ez önkormányzat részére mindenféleképp jó. El kell gondolkodni esetleg azon, hogy jóton jár a Juhász úr. Meg kell válni a jogerős végzéseket is, akkor meglátjuk. Tessék? Vagy a jogerős döntés lesz. Persze, hát ez nyilvánvalóan. Akkor van egy örömteli hír. Alsó-Némedi 18 millió forintot nyert a Nagygödörben létesítendő focipálya pályázaton. A közbiztonsági pályázatunkat nem fogadták el. Hozzáteszem megint, hogy a támogatás, tehát olyan se, egy településen se volt, hogy mind a kettőt elfogadták. Alsó-Némedi 18 millió forint a maximumot, amit megítéltek, azt a támogatást kapta. Támogatási szerződés nincs, de a kormánynak a honlapján már nem volt a tájékoztatás. Iskola átadás, üzemeltetés átadás, itt a képviselő úrral már lett érintve. Annyit hagy mondjak, hogy jegyző, pénzügyi vezető, pénzügy, egyrésztben én is körülbelül 4 napja semmi más nem csinál. Ne, azt nem mondom, hogy semmi más. De akkor, igen, de a jelentős, tehát adatbekérések vannak, ezeket határidőre teljesítették, hát elnézték bent, mert ők most jöttek rá, hogy ez nem is olyan egyszerű, mivel itt nem csak önkormányzati tulajdonban. Tehát maga a tankerületi igazgató is, tehát egyszerűen nem akarta megérteni, hogy mi a helyzet itt. Hát nagy nehezen sikerült neki. Annyit hagyom, hogy a járási hivatal vezetője egy nagyon-nagyon karakáns talpra esett ember lesz. És de ez gyönyörű. Hát most, mivel elég sok fölvétel megy itt, azt mondom, hogy én úgy mondom, hogy nem a legerősebb. Na hát gyönyörű. Akkor pont a tankerület, igen. És akkor Acsai Perbe első fokon ítéletet hirdetett a Dabasi Bíróság, elutasították Acsai keresetét, hogy tehát ne kerüljön vissza, az ítélet nem jogerős. Járások kialakítása, ugye azt mondtuk, hogy egy nagyon-nagyon talpraesett ember, Babák László nevezető ember a járási hivatal vezetője. Tessék? Hát most ránézésre, igen, hát
szemelembe is az első látás a legfontosabb. Így van. Tehát a mostani felállás szerint alsó némedi kirendeltség lesz. Az, hogy hogy lesznek ezek elhelyezve, ez nagyon, nagyon, tehát most már a kövesi házat igénybe kell vennünk. Van egy olyan elképzelés, hogy tehát a rendőrséget kitennénk oda, tehát föl kell újítani az épületet természetesen, ki kell alakítani idehelyiséget, infrastruktúrát, stb. Tehát a rendőrség kikerülne oda, a családsegítő kikerülne oda, és a járás hivatal majd kikerülne oda. Ezt kidolgozzuk, és nyilvánvaló, hogy majd a képviselő testület fog dönteni, hogy van erre szükség, vagy nincs. Most jelen pillanatban eddig is nagyon szűkösen voltunk, most egy irodát a járásnak ugye biztosítanunk kell. Tehát most eddig szűkösen nagyon, nagyon rossz. Tehát, sőt, még lehet, hogy azon is el kell gondolkodni, hogy, hogy januárban a járási hivatalt áttesszük a kékesi félelhez. De nem fog gördülékeny emlőtetni, te tudod a legjobban, hogy miért. Senki nem tud semmit, január másodikán bejön az ügyfél. Akkor nem januárban, majd később. Hogy nem fog gördülékeny. Egyetértek. Tehát a kövesi házadat megjön, mindegy ki, vagy kékes ház, nem, a kövesi házad, a mindenedes félre. Tehát elkészítjük. Majd a második után a kékes ház. Azokat a megoldásokat, hogy hogyan lehet a kiadákat kialakítani. Az iskola alapítványnak az elnöke Győrvári Pálné Erzsike lemondott a kuratórium elnökségről december 31-ével. Én megkértem, hogy a kuratórium tegyen javaslatot az elnök személyére. Hát ő azt mondta, hogy ebben nem biztos, hogy lesz, úgyhogy kérem a felelősséget, illetve mindenki gondolkodtam ezen is tegyen javaslatot, hogy kit választanám. Hát én most már nincs itt az incise, az opárház hasznosítására, hogy a pénzügyi bizottság elé letettünk egy bérlő jelentkezett a piramisban lévő kínai üzem vagy boltot működtető föld személyében. A pénzügyi bizottság elutasította ezt a ajánlatot, vagy ezt a pályázatot, 150 ezer forintot ajánlott a havonta. Nyilvánvaló, hogy most már várjuk meg a pályázatot, az energia épületenergetikai pályázatot. Nagyon kérem megint a képviselőket, hogy gondolkozzunk-e azon, hogy más hasznosításban, akár a kultúra szemszögéből hogyan tudnak ezt hasznosítani. Egy fő próba már volt, ott volt a jótékonyság, vagy a megsegítésére szervezett jótékonysági bál. Krisztián Erdő a többet tudná esetleg mondani. Átadugod. Nem emlékszik. Sajnos nem. Nagyon jó sikerült. És nagyon-nagyon volt a körülben, elfértek. Így van, és nagyon jó érezték magukat, és nagyon alkalmas ez a helye. Én fölírtam ide a mezőrséget, de akkor mi a Géza külön napi rendbe vette, erről most én nem beszélnék. Fölírtam még a doktor Kapcsolt, talán megbeszélést, már ismeri mindenki. Még egyetlen egy dolog, az útépítésekből származó földek az egy részét itt a tejüzemhez deponáltuk be, természetesen ez ideglenes jelleggel, egy része kell itt a tejüzemnél. A másik részét meg el kell innen vinnünk, sőt, a magéptelepen is van valamennyi. Én azt kérdezem a képviselőtől, hogyha találunk ingyenes elhelyezést, akkor körülbelül egy 200-300 köbméter elvihetünk-e innen. Természetesen már a közterület felügyelő, a Zoli, Bodó Zoli meg a Stefanov föltérképezték azokat az utakat, ahova lehet lepakolni. Tehát ahol nagy gödör van, azokat is kioldanánk, erre már ajánlatot is kaptunk, de annyit nem tudunk kioldani. Tehát, hogy most a tél előtt még egy 200-250 köbmétert kivigyünk el ingyenes lerakásra, egy telepre, vagy pedig legyen itt. Meddig abban? Meddig abban?
Tehát az a kérdés, hogy most folytassuk, mert mondom, a hóvalköltség az, az mindenféleképpen ki kell, viszont kell az így. Meddig aggatod az önkormányzatnak? Ez, az önkormányzatnak egyelőre nem az, csak hát esztétikai szempontból nem igazán szerencsés. Hát szomszédom már volt egy jelentést tettek, és igazából azért amilyen mértékű ott a földkupac, az már mondhatom azt, hogy engedélyködelesen. Én zajterhelést hallottam, aki panaszodott rá, hogy amikor hordták ide, meg amikor billentették. De hát meg abban az azért a gaz, meg... Így van, tehát ez mindenféleképp tavaszig kezdett. Tehát egyrészt el lesz a dozeróval, amit mondtam, hogy a Nyárfa utcához ki tudjuk oldani még a ledarált, betonált anyagot, ugye nem hullanék, mert az kezelve van, akkor el tudjuk teríteni, de a számítások szerint körülbelül 500 köbméter az, amivel itt több van, és hogyha azt mondjuk, hogy egy 250-et kivinnék lerakóba, a 250-et meg az utatra felhasználnánk, az ugye 25 teherautónyi föld. Én úgy gondolom, hogy abban még mindig egyenesben lennénk. Nincs a faluba szárkóban. Ez is jó fölvetés volt, igen, hogy építsünk szárkózatot. Sanyi. Én nem szeretném, hogyha ezért fizetnénk valakinek, hogy elszállítsa. Én szervezem a 30 csatornának, a budgyi oldalának a megoldását, mert az össze, hogy olyan valutikus állapotok elhúzhat ki. A közlekedés miatt, hogy oda szerintem az amikor 200-50. De Sanyi, ez föld, ez alkalmas arra? Hát az a baja a Ványi útnak azon a részén, hogy a földön végül túlságosan anyagos, hogyha ez egy barna homokos rész összekeveredik azzal a anyaggal, szerintem az jó lesz. Meg az a baja, hogy csak maga a dolgokat, lent van. Maga is jár arra. Begyűjt a vizet. Már ez olyan ez a olyan, hogy a... Ez csúszkorál ez. Tehát eddő vastagot nem tetsz rá, ezt nem tudod összetömmelni. Nem, az a probléma, hogy tehát nyomvájúl alakult ki a betakarításnak, és hogyha bele vagy nyomvájúl, hogy 20-30 centi össze fog keveredni ez a vagyokkal, valamennyire javul a szárnyezetet. Jóson ide, több mint 250 köbméter van, még ott van még a magéptelepen. Nem muszáj, tehát hogyha a képviselő testület azt mondja, hogy én tudok megoldást erre, én természetesen önkormányzati célra használjuk akkor föl. Én azt számoltam, hogyha 250 köbméter ki voltunk az utakra, meg ott van a magében körülbelül 120-30 köbméter, tehát ez majdnem 400 köbméter, ez egyelőre nekünk bőven elég. De hogyha azt mondjátok, hogy nem... Szerintem megoldható, hogy elszállítsak a gazdálkodók. Én próbálunk koordinálni, hogy ugye ez kimenjen, ne kerüljön fölcső. De ennek az egy határidőt szabjunk, mert tehát nem lehet ott évekig ez a földhalom, ennek márciusig legkisebb reggeltő. Jó, akkor ezen túl. És akkor kérdezem, hogy képviselőknek a napi menthez a beszámoló, illetve a képülés testé között tett intézkedések és egyéb dolgokhoz hozzászólás. Három témával lenne kérdésem. Az egyik az, az öreg temetővel itt van egy sor, hogy az egyházakkal egyeztett polgármester, mi mire jutottuk, vagy mi a, van fejlemény, vagy stagnáció? Tájékoztatás. A katolikus temetőnél megvan az a határvonal, ami nem érünk sírt egyáltalán. Azt adnák át, ez nincs egészen egy hektár. Ez 9200 négyzetméter körül van, illetve még egy érintett kérdés volt, hogy ott vannak az orosz katonai sírok, ugye ez teljesen más szabvetár, ez a hadisírok gondozására hozott kormányhatározat, azt hiszem nem törvény, csak kormányrendelet, ugye az vonatkozik, tehát azok maradnának ott, de ő a katolikus részről sírt nem érint. A református részről pedig elkezdték ugye a meghirdetés, és ők elkezdték az áthelyezés, tehát a síremlékeknek az áthelyezését is. Ugye az van, amikor március végén fog lezajlani. Jó, a második kérdés. Illetve még egy kérdés, illetve két kérdést tettek még föl. Az egyik az, hogy a református egyház, hogyha jobban sűríti, tehát marad föl plusz terület, akkor az a képviselő vagy az önkormányzat megveszi, mondtam, hogy nem tudom, erre a képviselőtestület fog határozni, én erről nem döntetek, illetve még egy kérdés, hogy a temető helyi védettség van, de viszont nincs kezelési terv, hogy ez hogy érinti. Én
én azt a választ mondtam, hogy a képviselő testület, mivel együtt meghatározott az ügyben, hogy ezt támogatja, úgy gondolom, hogy ez ellen nem fog kifogást nyújtani. Mi? A kezelési terület. Tehát arra a célra, hogy az önkormányzatot egy befásítja, tehát nem kegyelőtti bajnok, úgy mondom, hogy befásítja a temető területét, ehhez nem fog a képviselő testület, vagy ehhez akadály, vagy ebbe akadály gördíteni. De azt azért tudjuk, hogy ott is vannak olyan növények, amik vélettek élőhely szerint. Ezt nem is akarjuk hallani. Volt. Én mi lefényképeztem a szakot. Jó, azért egy dolgot, tehát a temetőre nincs kezelési terv. Tehát attól védett, ez... Kezelési terv jogot nem keletkeztet, jogot a rendelet keletkeztet. Kezelési terv nélkül. Fél országban is rendelési terv, bocsánat. Köszönöm szépen a választ. A következő kérdésem a Sárkánykóval kapcsolatban. Milyen tájékoztatást tud adni polgármester úr? Olvasom, hogy volt bejárás van. És az nekem lenne egy észrevétel az iskola úti egyirányítással kapcsolatban. Lehet, hogy valaki szándékosan szegi meg a kereszt, lehet, hogy valaki figyelmetlenségből. Amikor beparkol a faluház elé, tehát a faluházzal párhuzamosan kiparkol, jön ki a parkolóból, ott nincs haladás iránti jelzőtábla. És kell, parkolózóból nincsen. De... Automatikusan arra kell menni. Uh-huh. Valaki szembe jön a forgalommal. Szerintem nem szokták hát, még meg. Persze, én is találkoztam már. Nem szokták még meg. Nem is fogja, van aki, nem is fogja. Nem is fogja. Csak megfog. Majd úgy, hogy a rendőrökkor, hogy kimennek is, akkor tűzlennek. Tehát Rezső, ha te egy kapu bejáróból jössz ki, ott sincs neked kitéve, hogy merre kell menni. Egy irányú utcában csak van. Tehát ezt nem én találtam ki, ezt, ahogy elmondtam, a képviselőtestületnek közlekedés mérnök csinálta ezt a kitáblázást, mert itt ötleteltünk arra, mondtam én, hogy az, mivel ott 450 gyerek jár, tehát ettől ez sokkal-sokkal nagyobb súlyú, mint hogy ne törvényelőre sok megfelelően. De azért a nagy többség az bevallja. Első két-három napban én minden reggel arra megyek, és én is találkoztam szembe Anikával, nagyon szépen mosolygott, és mikor megálltam, hogy jó felé, áll az autó, elvegye biztos. Azt mondja, mert? Hát mondom, egy irányú utca. Ja, észre se vettem. Én emlékszem rosszul, hogy amikor erről beszélgettünk, akkor azt mondtuk, hogy a tábla alatt legyen az, hogy kiéve célforgalom? Mi? Te emlékszel az, hogy mi? Mert ez viszont most a legnagyobb marhaság, amit én van. Ugyanis az, hát, mert az van kitéve, hogy kiléve kerékpáros. Hát miért? A kerékpáros miért nem lehetne be? Hát nem viszel már. Hát most jön szembe a forgalom. Egy egyirányú utcába a gyerek meg skerázik szembe az autóval. Na akkor a kressz, ezt a tázát ki se kellett volna tenni, mert a kressz kéz a... Bocsánat, nincs gyerekpárút. Hát persze, hogy nincs, de a gyerek lesznek el, ilyen kitiltjuk a gyereket az utcára. 2011-es új kresszkérdosítás, mert ugye eddig a 2011-ig a biciklis be kellett tartani a 2011-es kresszmódosítás, ami már országos szintű, a kerékpáros meg felengedődik az egyirány utcában, jobbra balra. Hát ezért ők akkor engedi meg, hogyha a táblával szabályozik. A táblát kiselepet kell venni a kerékpárosnak. Igen. És mivel kint van a tábla, ezzel mentesítetted az a figyelembe. Hát ez volt a cél, Géza, hogy a kerékpáros... Hát és ezzel csináltuk a gyerekeknek egy nagy beleset veszélyt. Hát nem, hanem úgy felhívjuk a figyelmet az autósoknak, hogy a kerékpár meg nagyon visszamegy. Ezt nem fogják betartani. Mi? Géza, a gyerek az jöhet jobban. Hát nem kell nincs probléma. Hát az autós csak egy irányba megy, hála Isten. Nincs kerékpárunk. A járdára nem tudja hallgatni, szembe skerázik az autó, mivel tudja, hogy úgyse nem jön semmi, mert elirányú. De nem szembe jön. Hát te Géza, miért mondom? Én most nem az elméletet mondom megint, hanem a gyakorlatot. Akkor
akkor illetve hadd kérdezzek meg téged. Addig, amíg két irányú volt az autóforgalom, két irányú volt a kerékpár forgalom, akkor nem nagyobb veszélyben volt a gyerek? Mindenki tudja, hogy ott iskola van, és jön a gyerek, ez így most nagyon jó. Úgyhogy ez szerintem nem élt meg. Én nem esettem. Más kérdés. Szomorúan olvastam, hogy a egy hónapos játszótér már két mintát kellett felújítani. Hát használják, de én nagyon gyakran járok arra, hogy bizony sokszor rendeltetésszerűen használják. Nem rendeltetésszerűen használják, bocsánat. És meg szeretném kérdezni, hogy garanciális javítás volt ez, vagy ezért már nekünk fizetni kellett? A kötélpálya volt az egyik, ami között újított. Persze, nem fizettünk, tehát volt már vandalizmus a játszótéren, amit a kivitelező saját jó szándékából megcsinált. Tehát sajnos van, aki nem rendeltetésszerűen használja, de én bízom ebben, hogy az ő fölvőnek az emberek meg a gyerekek is. Tehát azért volt olyan is, hogy anyuka szólt a másik anyukának, hogy szóljál már a kisfiadra, hogy biciklivel áll, nagy csúszdán ne menjen már le. És akkor az anyuka azt mondta, hogy ne, most hogy nem megy, akkor mi van. Tehát bravo. Igen. De én úgy gondolom, hogy nem ez a lényeg, nem ez a jellemző, elkészült a kötélminta is, vagy a kötélcsúszta, vagy kötélpálya, most már az is átvonatva. Ezért sokkal jobb, hogy tehát a nagy számban rendeltetésszerűen használjuk. És egyik robbalunk eljött, mikor a Beatrice-nak volt a bérnálása, azonban a kisgyerek mindig németire akar jönni, már kimentek a játszótérnek, mondták, hogy ilyen játszótér a környéknek is. Elmenni, és ugye szép hosszú őszünk volt, és nem volt olyan hívni, hogy telefonat törve. Én is nagyon szeretek a dolgálni, mert fiatal anyukákkal találkozom. Én még szemben lakok. De kezdesek mindig. Gabit ott ért engem nem ért. Tehát a traumát mondom, nem az én zúdus engem ért, mert egyik németi állampolgár nadrágot és gatyát letolva fejezte ki véleményét. Nem, a játszótér kapcsolatban. Mondtam neki, hogy köszönöm szépen, ez látszik, hogy ez a pont kultúra. Gabi akkor jegyezte meg, hogy ő nem polgármester. Akkor nem volt ez tetszisek. Hát ezt nem tudom kommentálni. Amikor is beleültek abba a kosárhintába, elmondtam, pedig már 8-os a gyerek, tehát nem kicsit, elmondtam, hogy ez a játszótér milyen sokba kerül, és akkor ez a... Egyszerűen nem érzi. Nem, persze, de ezt a Sanyival is beszéltünk, tehát ő is mondta, hogy nem ér vissza kellene cseréltetni kisebb is kosárlabdára. Hogy ez 20 centire kisebb, 10-10 centire. A maga szerkezete viszont fele olyan erős, mint ez. Tehát ugyanúgy Sanyi a kicsibe is beleférnek, ha tanuljon is bele. És a teherbírása fele olyan. 60-60 kilóval, ma 360. Én úgy gondolom, hogy most jövőre el fogjuk építeni a focipályát a nagyobb. Ez a rész, ugye azt mondtam a múlt testületülésen, hogy a vízbázis védelem következtében oda kerül egy kút, tehát amiért nekünk nem kell fizetni, de ezt öntözésre nyugodtan lehet használni, tehát ez vízjogi engedélyes kút, úgyhogy a területet öntözni is tudjuk. Bízom benne, hogy településünknek az éke lesz az a nagy gödör, és a használók is föl fognak őrni a feladathoz. Ki van téve egy kamera most már a játszótérre. Mikor a hatán fák kipusztulnak, akkor jöjjünk föl hozzá. Hát igen. De azt még megvárjuk, ahogy Apár mondta. Ugyanaz az ajánlás, hogy ezt még megvárjuk. Más kérdés? Egyébként az a biztosítás, hogy mit elérd erre a nagy gödörben lévő játékokra? Vandalizmusra?
Igen, igen. Tehát az összes játszótér emlékben. Jó, akkor... Hát itt azért van, hogy a Martinusnak ugye 5000 forint a rész elégkötőségnek. Tehát ott lehet, hogy két hetet még el kell vágni ahhoz, hogy de biztos van rá megoldás, hogy azért az ember. Hát megpróbálni. A másik dolog meg a... Nekem panaszkodott egy-két ember itt a... Ugye azt beszéltük az asztalnál, hogyha a Sárkánytóból a fakitermel is megkezdődik, hogy a németi lakosok szerezhetnek belőle. Egy alkalommal én is kint voltam ilyen esetnél. Hát pont szerencsétlenségre a legnagyobb betakarodási időben volt a fakivágás. Ugye azt az erdész meg is mondta, hogy ő készletet ott nem hagy, mert azt el fogják aludni, hogy ő neki alapméza nincs, hogy őriztesse. És ott voltam kint, amikor telefonált, most innen, vagy egy helyből legalább 6 főt fel tudnék sorolni, és aki azt mondta, hogy hát én most nem tudok menni, mert oldom a káposztát. Mm. És akkor ő ment tovább, és emiatt sok embernek nem jutott. Csak ő ezt nem úgy adja elő, hogy ő ki lett értesítve, föl lett hívva a telefonon, és ő neki nem felelt meg az időpont, hanem ő úgy adja elő, hogy na, a szemetek megint másnak adták oda a fát. Tehát arra nem volt mód. Jó, ezen később érte el lehet gondolkodni, hogy mondjuk vállalja ezt az önkormányzat, hogy ezt a fát valahova beleponáljuk egy az egybe, és akkor azt őrizzük, és onnan mi folytatjuk a kimérést. Ugye nem erről volt szó a testületen, hanem arról, hogy ott helyre összefoglalni. Hát kevesebbet jó volt. De tehát mondom azt, hogy betakarítás kellős között még volt. Az egy iparnak eljöttek ez is. Hát úgy könyörgött az erdész, hogy valaki jöjjön, hogy igen, vigye. De rögtön jelezte egyébként az első ilyen visszajelzés nélkül, amikor nem volt meg, hogy biztos, hogy lesznek ilyen jelzések, de ő ezzel nem tudja. Én is kimondtam. De hát végülis az önkormányzat megkapta érte a járatóságot. Ez a majd, amit beszéltünk, hogy a későbben a akit rászorulnak ilyen fára, azt nem mondja, hogy az önkormányzat ebből a pénzből tudjuk fotolni. Így van, hát nyilvánvaló, hogy most olyannak, mint nem zárt ülésen vagyunk, de XY személy, aki arra nem képes, hogy mondjuk a hódba bevásárolja magának, annak nem bírtek oda most méteres ilyen törzsámérői fát. Tehát sokkal jobban járok, hogyha a veszek aprítékot, és azt viszem ki neki, mert ezt ilyenben viszem ki neki, ő se tud vele mit kezdeni. Arra még az önkormányzatnak sincs eszköze, se embere, hogy most ő ezt a fát elkezdi darabolni fölfelé, és kályára, kályatüzelésre alkalmas állapotba hozza. Köszönöm. Még valaki? Hogyha nincs, akkor kérdezem a képviselőket, hogy elfogadja a beszámolót, hogyha igen, kérem készfeladatásra szavazzon. 8 igen, egy tartózkodásra a képviselő testület elfogadtam. Köszönöm. Na, mindjárt a finissel szövedünk. Egyebek a szennyvíztisztító beruházással kapcsolatos. Mindenki megkapta az előterjesztést, mondom, ezt megkaptuk. Ez a határozat csak arról szól, és ugye a közbeszerzési... szabályzatunk alapján név szerinti szavazással kell, hogy a kolasszal a tárgyalást lefolytassuk. Tehát nem szerződéskötésről szól, nem arról, hogy a képviselőtestület azt mondja, hogy egyetlen érvényes pályázóval a áttárgyalást lefolytassuk. A kolasz különben 495 millió forintos árajánlatot adott be. Mondja Csenyi. Csak hogy az árajánlatra, hogy a minden igaz, akkor 400 millió lesz a pályázati elmehető összeg, ugye jól mondom, és a költségvetésünkben 120 millió körül van, hiszen már tudom nyitva önerőként. Ez más annyi. Tehát ez az árajánlat, ez magas. Tehát itt nyilvánvaló, hogy tárgyalásnál nem a végpozíció mondja be. Tehát ezt most nem tudok mit mondani, ezt
nagyon nem kell figyelembe venni, mert a tárgyalás végén dől le. Azt mondtam a képviselőtestületnek, hogy akkor lesz jó a képviselőtestületnek is lehetősége azt mondani, hogy ezt az ő által adott ár, hogy ezzel szerződést köt, vagy nem. Hogyha magas az ár, akkor mondhatja azt a képviselőtestület, sőt én is azt fogom kezdeményezni, hogy érvénytelenítse a közbeszerzést, és így új közbeszerzést elmondtam a képviselőknek, hogy az energia hivatal, ezt energia központtól, a beruházási főosztályvezetőtől azt a tájékoztatást kaptam, hogy kérhetjük egy évvel a beruházásnak a kitalálása, így van, meghosszabbítás. De ez most nem arról szólt, ez arról szólt, hogy lefolytassuk el a tárgyalást. Azt hozzáteszem, hogyha nem mond a képviselőtestület, akkor ő ezt meg tudja támadni. Tehát, mert a feltételeknek megfelel. Tehát én bízom benne, hogy majd az átadjállásnál olyan ár alakul ki, ami megfelelő a képviselőtestület számára, vagy az önkormányzat számára, nem, akkor érvénytelenítsük a pályázatot, és úgy jött a szerzős író ki. Ezzel kapcsolatban valakinek kérdése. Juhász úr. És mennyi volt a kalkulát? 385 millió? Ami a kalkulát? Az építés kivitelezése a támogatási szerződés szerint 406 millió, most plusz-minusz. Tehát 400 körül volt. Igen, tehát 406 millió forintot lehet felhasználni. A kalkulált ár az 366 millió forint, de ugye azért van a tartalék, és az ide van téveszpont az addig, azóta a bekövetkezett árváltozat. Kettő tétel az, amit a képviselőtestületnek figyelembe kell venni. A betervezett építésben nincs benne egy 11-12 millió forintos garázs, egy 10x10-es garázs, ami ugye az építmény vagy a járműveknek meg lenne építve, illetve nem volt benne az eredeti anyagban egy áramfejlesztő agregát, ami áramszünet esetén is biztosítja a telepnek az energia ellátását. Így van. Hát ennek a kettő tételnek az együttes költsége az körülbelül durván mondom 16-18 millió forint nettó. Ez nem volt benne ebbe a 366 plusz a tartalékban. Tehát csak a 70 millióval több nagyságrendileg akkor így, mint a kalkuláció. Igen. De hát mondom, ez az első meg az ajánlat. Tehát ez, én úgy gondolom, hogy ez még sokat fog változni, azért itt az útépítéseknél is 80%-os át sikerült elérni. De hogyha nem jó képviselőtestületnek, mondom, akkor érvénytelenítheti, hogyha magasabb a támogatási szerződésben, illetve a közbeszerzési eljárásban megadott árnál, ugye akkor tudja érvénytelenítani a szerződést. Tudhatjuk, hogy mennyi volt a másik kedvére, mint Hát ő a részvételi folyamatban ilyen. Azt tudni kell, hogy minden beruházásnak, figyelj Sanyi, minden beruházásnak, tehát minden pályázati beruházásnak külön közbeszerzési ellenőre van. Tehát például a hiánypótlásnál volt úgy, amit a közbeszerző nem tett bele, és a hivatal tette bele. Tehát van-e még valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Határozati, ha nincs, akkor a határozati javaslat. Előterjesztésben nem ment kívül, tehát ki osztak, felolvassam, vagy mindenki elolvasta most. Elolvasnám, akkor félre miért az van, hogy miért szerint. Bálint Sándor. Igen. Igen. Józan Krisztián. Igen. Józan Sándor. Igen. Németh Dezső. Igen. Szántó Erzső. Igen. Török Erzső. Igen. Vinny Jézan. Igen. Vince Jézan. Igen. Megállapítom, hogy a képviselőtestület 9 igen szavazattal elkapta a határozati javaslatot.
Dezső segíts, mi volt a... Életterületek. A védőterületekkel kapcsolatban volt egy másik. A mezőri az a zsingében. Én is voltam. Attól tudom. Igen. Micsoda? Azt megbeszéljük. Nem beszéltük meg. A költségvetésnél szerettem volna szólni, és a polgármesterük azt mondta, hogy ez majd az egyetem. Micsoda? Hát, hogy a közösségi kiadásaihoz a tudatosodó. Azt mondta, hogy ezt van még. De én azt hittem, hogy ezt együtt fogjuk megszavazni és megszavazni. Nem, tehát ezt elő kell készíteni, ezt köszönöm a képviselőtestület vagy a vagy. Jó, akkor túl vagyunk. Megnyugvásolj, hogy a doktor elmondta, hogy nem akar elmenni, nem áll szándékába elmenni. Jó. Azért így. A mezőri volt meg a természetvédelem. Jó, akkor vízió. Természetvédelem. Hát erről annyit... Szeretnék mondani, hogy beapványom lenne, lehet egy kicsit kellemetlenül érinti egy évvégén a jelzőasszony. Én szeretném, hogy ez a rendelet decemberben elkészülő és elfogadásra kerülne, meg is tudom mondani, hogy miért, nem a puszta hobort miatt. Mint mondtam, a páncél képviselőkkal szerettem volna megkérdezni, de sajnos ő is sietett, az idő nagyon elszaladt. Az új földtörvény tervezett törzs szövegében van az, hogy önkormányzat helyi védeti úgy tehet szántóföldet, kaszálót és erdőterületet, ha egyenként egyezett a gazdákkal és kárpótlási igény esetén az önkormányzat kárpótolja a földtulajdonost. Na most én úgy gondolom, hogy körülbelül másfél év munkáját húznánk le ott, hogyha hagynánk a... Tehát előbb lépne életbe a költővény, mint a helyi természetvédelmi rendelet. Most is elő van írva, repül. Ugyanaz, talán most kezdődik. Igen, de most lefolytattunk egy egyeztetést. Igen. Tehát ezzel már túl vagyunk. Nem... És elfogadták. A... Az új földtörvény szerint, a gazdákkal külön-külön, tehát kicsitek le van írva. Külön-külön egyenként egyeztetve, és megtárgyalva a kárpótlási igényeket, kell lefolytatni az eljárást. Nem tudom, hogy ez a törvény lesz elfogadva, Józsi, tehát fogalmam nincs. Lehet, hogy kiszedik belőle, mint mondtam, hogyha... Elképzelhető, hogy a folyamatban lévő ügyre, mondjuk, ami a törvény hatályba lépés után másnap, ha lenne elfogadva a rendelet, az abba kell hagyni és újra lefolytatni az eljárásokat. Van olyan törvénytervezet most, ami igen, szóval január 1-én. Jó, itt én csak azért... a tervezettel kapcsolatban, vagy a rendelettel kapcsolatban azért hagyd mondjam, hogy ez az év, de főleg a második fél év iszonyú leterhelést jelentett a hivatalnak. Tessék? Elnök az, hogy szólt, nem? Igen. Azt mondtam, hogy nem érdekel. Nem érdekel? Igen. Ez jó. Itt mind bánya kérelem. Jó, hát most én is tudok hozni. Azt tettem le a KDVKTF oldaláról, tehát nem önös érdek. Rendben van. Ez a bánya kérelem, ez most én még nem akarok belemenni a vitába, mert én ezt megkaptam, hogy itt az önök szervezete hetente három bánya nyitást akadályozott meg. Hála Istennek most már 2 éve vagyok itt polgármester. Én mondtam? Igen. Én mondtam, hogy hetente három, hát azt visszautasítom. Jó. Legyen visszautasítom. Így van. Tehát én azért nem látom ezt olyan súlyos helyzetnek, mert amióta itt vagyunk 2 év alatt voltak próbálkozások, arról a képviselő testületnek be is számoltam. De jelen fölállás szerint a hasonló mérén nem lehet bányát nyitni, akárki akar. Egyféleképp lehet majd bányát nyitni, hogyha a kormány azt mondja, hogy hopp, ez nemzeti kincs, és új törvényt hoz a bányanyitásra. Így van, hogyha megváltoztatja. Tehát én ebben maximálisan egyetértek, hogy nagyon fontosak ezek a dolgok, de azért hagyd mondjam, hogy amikor például az iskola átadással kapcsolatban tegnap délután jött rá, ugye előkészítettük az anyagot, beküldtük, és tegnap délután jöttek rá a hivatalba, ott bent, hogy itt valami kérdés van hasonló merül, és körülbelül mennyit írtunk alá? Van hány oldalt? Körülbelül 40 oldal anyagot kellett összeállítani tegnapról mára. Tehát ezek viszont határidősek ezek is. Én
nyilvánvaló, hogy meg kell próbálni, de én nem tudom. Igen. Minden esetre én azért kezdeményezném rendkívülésen még decemberbe fölvenni ezt a rendeletalkotást. Azzal kell foglalkozni a helyi védettségről szóló rendeletbe, ami természetvédelmi terület, hiszen helyi védettség alá akarjuk a platánsort is, ami teljesen más előírásokat, de ugyanúgy az építészeti értékeket is. Tehát a rendezési tervvel is össze kell hangolni. És a védettség alá csak azokat a kívánja a testület, ami... Nem, a kérdésem az az, hogy az járhatatlan út, hogy egy későbbi időpontban, tehát mondjuk a platánsorra gondolok, vagy olyan értékekre, amit nem... Tehát ami nem esik útba az új földtörvény kapcsán, hogy ezt egy későbbi időpontban mondjuk a rendelet módosítással tárgyalja a testület. Tehát itt most azokra a helyezői számokra gondolok, amit már másfél éve kigyűjtöttünk, megvan, megkaptuk rá a kezelési tervet, mert én ezt olvastam, amit azt hiszem a Gabi küldt el, amit a Hannul elkészített, szigorúan ezekről a területekről van szó. És valószínűleg, hogy csak kérdezem, hogy lehetséges az, hogy utána bővítjük a rendeletet tovább, hogy és helyi védetté akarjuk tenni mondjuk a batánsort, helyszám szerint, hogy ez egy laikus kérdés, tehát azért kérdezem, hogy van erre lehetőség, vagy nincs? Hát sok mindenre van lehetőség, de mondom, tehát társadalmi egyeztetésre is kéne küldeni, hogy fogunk bele, vagy föl kell rakni, hogy férünk bele az időben. Bocsánatok, mert a Gabinak volt egy ültet, hogy kerüljük egy ellenes védettséget. És az, hogy ezt meg kell indokolni, hogy miért veszed egy ellenes védettséget. Hát amire a kérdését elvallgatom. Arra lehetne első körben, és akkor onnantól kezdve utána, hogy automatikusan, akkor van időre három. Amit a Hannul megcsinálta arra, hogy megbontani, akkor először termőföld, utána platánsor, temető, amit akarunk. Ugye erre van a lehetőség, hogy ennek neki esünk be esőre. Hát, de ennek én kell, hogy neki esek senni, és a december végésre jó lett volna behozni a vagyonrendeletet is, amivel szintén hetek óta dolgozom. Tehát annyira a rendeletalkotást nem tudom másnak kiadni, megpróbálom, de én most erre nem tudok, mert azzal, hogy most ez a testületgyűlés lemegy, az egy dolog. De a hétre is 1000 határidős feladatunk van. Két embert adunk át a járásnak, körülbelül a 126. adatszolgáltatást teljesítem a járással kapcsolatban. Iskolátadás, tehát amiket... Visszaigényeltük az áfát, a beszámítást, két napja dolgozunk azon, hogy összeszedjük azt, hogy mi történt az elmúlt 20 évben, az Erbek Kft-nél, hogy jött ki a tagi kölcsön, hogy lett leírva, milyen dokumentációval, két napja csináljuk ezt is. És annak is holnap viszont, igen, holnap reggel rend kell lenni. Tehát most ez olyan dolog, hogy polgármester úrral beszéltük meg, hogy most ezek a határidős dolgok a helyi védettségről szóló rendelettel nem leszünk megkésve, ha januárban fogjuk tárgyalni. Hát megpróbálom, de azt ne várjátok, hogy ez egy olyan rendelet lesz, ami időtálló, mert pont erre nem volt idő, hogy itt a főépítésztől kezdve mindenkivel leüljünk, hogyha már helyi védettség, akkor ez legyen az épített környezetre ugyanúgy kiterjesztve, amit ott akarunk, mint a szerzőföldre adott esetben. Tehát ahhoz, hogyha, bocsánat, hogyha rengeteg a munka, esetleg, hogyha valakit felvennék erre az időszakra segíteni, hogy az tudna-e érdemi minőségi munkát végezni. Ez a rendeletalkotás sem ez nem működik, hogy kiadom. Jó, azért kérdezem, hogy hát... Megpróbálom, de... Vagy helyben az önkormányzatnál, aki benne volt folyamatokban az elmúlt években, azt tudná, hogy olyan felsőzítek, hogyha hosszúra az utatást. Ezt mondom semmi, hogy megpróbálom, de a rendeletalkotás olyan, hogy megcsinálsz egyszer valamit, és tényleg minden egyes vélemény vagy kritika azért jó, mert akkor még tovább gondolod, hogy mit kell még belerakni, mit kell még kivenni. Egy rendeletet akkor tudsz jól megcsinálni, hogyha azt van itt végig mondani. Hát most ez ilyen tessék-lássék módjára, majd akkor össze lesz dobva valami, amit föl lehet holnap vagy holnap után rakni a holnapra. Mert az egy dolog, hogy mikor telik le a 8 nap, de akkor még testületi ülést is össze kell hozni december 31-ig.
és 14-én közmeghallgatás, ez egyébként rendkívüli ülést egyébként is kell tartanunk, akkor ez ennyit jelent, hogy decemberben még háromszor fogunk találkozni. 13-án iskolátadás. 13-án, ja, közben 13-án. Ezeket elő kell készíteni, teljes vagyonleltárt meg kell csinálni. És ez is pénteken belül, úgyhogy 13-án iskolátadás. Én azért bátorkodtam előjönni ezzel, hogy augusztusban beszéltünk el utoljára, és augusztusban jegyző azt mondta, hogy előkészítés alatt van a... Nem, hogy megalkotás alatt van a rendelet. Hát, ugyanúgy megalkotás alatt van a vagyonrendelet, fél éve. Hát... Iskolai bemelkedésre átadásra mit marad, mi lesz ezzel? Mondom, ma küldtünk be körülbelül 40 oldalnyi anyagot. Tehát most jöttek rá tegnap, mert ugye olyan jó meg volt ez is szervezve, hogy 500 karakter állt rendelkezésre, hogy a szöveges részbe megindokoljuk ennek az állítását. Tehát még egyszer mondom, pedig a képviselőknek itt nem csak arról van szó, hogy az üzemeltetés, mert kérjük azt is, hogy bérlőként lépjen be, ami, hogyha csak ezt sikerülne elérni, hogy bérlőként belép, és mi üzemeltetjük az iskolát, az is már ugye közel 50 millió forint lenne, és ugye semmiben nem korlátozna, akkor 7-től délután 4 óráig ott lenne. A hölgy azt a kérdést tette föl, hát ők ezt benézték, hát és most mit csinálja, ezt tegnap tette föl, most mit csináljon, elmondja a főnökinek, hogy ők ezt benézték. Még azt hitték, hogy itt minden település simán. Tehát őrájuk is ki van szórva a munka, nincs konkrétumok elmondva, egy kicsit káosz, hát most nem tudok más. Nem kicsit, mindenhol olyan káosz van, hogy nem igaz, hát nem kell így szépíteni a dolgot. Csak akiben az a baj, hogy ez a kutyát nem értek, hogy helyben milyen káosz.